Az év utolsó negyedében már termelhet a keményítőgyár Mátészalkán, több mint 120 embernek teremtve újabb munkalehetőséget. A Szabolcs Gabona részvénytársaság sikeres privatizációja után ugyanis megvásárolta a felszámolótól a közel 3 éve nem üzemelő gyárat. A privatizáció után megerősödött Szabolcs Gabona RT tavaly 4,7 milliárd forint forgalmat és 167 millió forintos adózás előtti eredményt ért el. Ezt tette lehetővé, hogy megvásárolja a felszámolótól a mátészalkai gyár termelőberendezéseit. Ugyancsak sikerült megvenni a korábban leállított demecseri keményítőgyárat, amelyben jövőre akarják indítani a termelést. Simon György, az RT elnök vezérigazgatója a regionális híradó kérdésére elmondta, a buzalisztből előállított glutin a sütőipar megrendeléseire számíthat, míg a keményítő különböző formáira főleg édesipari kereslet jellemző. Az új termékek már is komoly érdeklődést váltottak ki szakmai berkekben, s szakmai tárgyalások folynak amerikai, ukrán, román partnerekkel.